A görög-katolikus templom felszentelésének 25. évfordulóját ünnepelték a Hotel Békében. Az eseményen visszatekintettek a 2,5 évtizeddel ezelőtti időkre, a kezdetekre. A Hotel Békében tartották meg a görög-katolikus bált. Ez már hagyomány a közösség életében. Vannak nagyon komoly programok, elmélyülő spirituális programok, vannak kirándulások, vannak sportprogramok, és hát itt most a bálok ideje van, úgyhogy most ezt az időt használjuk ki, hogy jól érezzük magunkat. Mi minden fog itt ma történni? Táncolni fogunk. Remélhetőleg egy finom vacsora lesz. Táncolni fogunk. Egy kicsit visszatekintünk, és ez lesz a lényeg. Itt készítettem egy diasorozatot a közösségünk életéről, és egy rövid 3 perces filmet, amiben visszatekintünk a 25-28 évvel ezelőttire, hogy hogyan indult ez a közösség. Ez egy szerintem szép élményeket fog sok emberben föleleveníteni. Ezt szántam ajándéknak egy kicsit ennek a közösségnek. Most is aztán mindenkinek az a dolga, hogy a szomszédját jól érezze magán. Ez maradéktalanul megvalósult. A szervezőknek sok munkája van abban, hogy a bál létrejöhetett. Az asztaltársaságok jókedvűen beszélgettek egymással, az egész termet a pozitív hangulat és a baráti kötelékek hálózták be. Hamar megtelt a tér, miután pedig mindenki megérkezett, kezdetét vette az esemény. Fekete András parókus a következőképp foglalta össze az elmúlt évet. Nagyon mozgalmas. Hál' Istennek fut egy EU-s pályázatunk, és rettentő sok programot csináltunk. Valami 60 program volt az elmúlt egy évben, a kerékpár túráktól kezdve a kirándulások, táborozások, kiállítások, koncertek, egyházi programok, ami szertartásokhoz kötődnek, családi nap, motoroztatás, motorozásokra nagyon sok volt. Talán még egy kicsit sok is, de hála Istennek jó volt, sikeres volt, minden baj nélkül megúsztuk, és az, hogy nem csak a mi görögjeink jöttek, hanem a városból mindenki. Ez egy abszolút nyitott volt ez a program, mi mindenkit hívtunk és vártunk, mint hogy még ez a program fut ebben az évben is, hogy erre az évre is hívunk és várunk mindenkit. Ennyi programot nehéz megszervezni, de megéri, mert a közösség tagjai kiváló kapcsolatot ápolnak egymással. Nem panaszkodhatom rá, mert valóban ez a mindenki egyért egy mindenkiért majdnem megvalósul, de hát nyilvánvalóan helyesebben én azt sajnálom, hogy nagyon sokan nem tudnak eljönni, mert nyilván ütközik minden más program, a gyerekprogrammal, családi programokkal és ehhez hasonlókkal. De én azt gondolom, hogy minden közösség változik, állandóan változik, mindig forr, mindig jobb lehet, és hát az nyilván ezen dolgozunk, hogy mindig jobb is legyen. És ennek ez egy fontos állomása, hogy itt jól érezzük ma magunkat. A bál egyik jeles eseménye volt a templom ünneplése, amelyet épp 25 éve hoztak létre. Hajdúszoboszló görög-katolikus temploma a város központjában a Kovács Máté Művelődési Központ szomszédságában található. Ha spirituális értelemben nézzük, akkor azt jelenti, mint mindenkinek a saját lakása. Egy nélkülözhetetlen olyan tér, ahol összejönnek a legbensőbb hitbeli spirituális igénynek a megélésére. Kérés, hálaadás, imádkozás, közösségi programok. Ugye a templom az mindig az, ami egy kicsit ki van szakadva a profán környezetből, egy megszentelt tér, hogy nyilvánvalóan más dolgok, más szavak, más mondatok hangzanak el, mint mondjuk az utcán. És ez nagyon sok embernek kell, ez hiányzik. Gondoljuk végig, hogy nincs olyan település az országból, ne lenne templom. És nagyon sok, itt is van több, három templom, még két Isten tiszteletje is. Tehát ezek a helyek egy közösségnek a lelki egybetartását, megerősítését szolgálják. Ez egyben Hajdúszoboszló legifjabb temploma, amit 94-ben épített a városi görög-katolikus közösség. Kis Viktorral emlékeztünk vissza a kezdetekre. Az Emmauszi alapítványról azt lehet tudni, hogy igazából egy adhok ötletből jött létre. Az én nagymamám, aki 10 éve távozott körünkből, egyszer csak kitalálta, hogy mi lenne, ha saját templomot építene a helyi görög-katolikus közösség. Az oka ennek az volt, hogy a római katolikus egyház templomában nem volt igazán lehetőség arra, hogy a vasárnapi Isten tiszteletet megtartsák a hívek, és ezért egy általános iskolába kellett átmenniük. És ekkor jött az ötlet a nagymamám részéről, hogy ha méltó körülmények közé kerülhetne az Isten tisztelet, az szerencsésen mindenki számára. Az akkori parókus Ivancsó István atya örömmel vette az ötletet, és sziszifuszi munkával több száz vagy talán 1000 levelet is megírva a világ minden tájékára a hasonló egyházi közösségből kért támogatást, melynek révén sikerült annyi pénzt összeszedni az alapítványnak, hogy a templom fölépülhetett durván 2 év alatt.
A nagymamám ötletéből így a pénzügyi megvalósulás révén az édesanyám az, aki volt olyan szíves, és a technikai lebonyolítását az egész építkezésnek végigvitte. Úgyhogy ez épp 25 éve volt, ennek az alkalmából vagyunk mi ezen a napon itt, és ünnepeljük ezt a neves évfordulót. Ivancsó István úgy fogalmazott, számára ez a templom egyet jelent a szíve közepével. Fiatal papként nem akárki tud templomot építeni, és hát hála Istennek itt sikerült. Nem mondom, hogy könnyen ment, nagy nehézségek közepette, de sikerült egy alapítványt létrehozni hozzá, sikerült sok támogatót szerezni a nagyvilág minden tájáról, és hát benne van az egyéni munka, fiatalos lelkesedés, de hát a papi elkötelezettség. Én úgy gondolom, hogy ha valakinek megadatik az, hogy templomot tud építeni, akkor maradandó alkotást hagy maga után, tud olyat létrehozni. És számomra az is roppant fontos, hogy nem csak téglából van egy épület hajdúszoboszlón, hanem az emberekből is összeállt egy jó közösség, úgyhogy úgy gondolom, hogy itt lelki templomról is lehet beszélni, egy jó görögkatolikus közösségről, aminek egyik ékes bizonyítéka, hogy egy ilyen rendezvényt is, egy ünnepi rendezvényt is össze lehet hozni hozzá. A bál egyet jelentett a tavalyi év lezárásával és az idei kezdetével, amelybe teljes energiával vetik bele magukat, hiszen idén is számos programot és nagy eseményt terveznek megvalósítani.